Ismét a Fehérló Közösségi Ház adott otthont a kistérségi vers és prózamondó versenynek, ahol az általános iskolások két kategóriában mérhették össze tudásukat. A megmérettetésen a verselők kezdtek, akik között volt, aki klasszikus, és volt, aki modernebb művel készült. De azon eltűnődtetek már? Ugye ez a rénységes doboz. Miféle dolgokat okoz? Elsorvasz minden érzetet. Meghal belé a képzelet. Az ész betömi, elbugítja. A gyereket úgy elbutítja, hogy többé biztosan nem ért meg tündérű rálogatmeséket. A versenyen idén 35 tanuló vett részt, a versenyzők az eddigi évek tapasztalatai alapján mindig nagyon felkészültek. A zsűri pedig külön értékelte az 5.-6. osztályosok és a 7.-8. osztályosok teljesítményét. Zsűri háromtagú, hiszen korcsoportonként és mind a versmondásban, mind a prózamondásban az első három helyzetet díjazzuk. A zsűri elnöke Kisné Németh Éva tanárnő, zsűri tagja pedig Borda Zsuzsanna költő és Vizsi Ferenc író. Tűrt a pásztor, aki egyébként jámbor ember hírében állott, és büszke is volt olykor a kosára, de egyszer csak megelégelte a lóvot. Tarisznyát vett a vállára, szarvon fogta a post, és elvitte a szóban forgó őszívására. A zsűri több szempontot is figyelembe vett az értékelés során. Fontos, hogy értő és értető legyen az, amit a diákok megtanultak, legyen szó versről vagy prózáról. Előnyt jelent, ha valaki szépen és tisztán beszél, nem utolsó sorban pedig számít a megjelenés és a kisugárzás is. Mit? Ütött a szűcsasztára a börtönő gamóval. Olyan nincs, mondta ki döntését apám. Az én fiamnak ne fonják csobba a haját. Na hallja! Nevetett szegény szülém, lehet még olyan csak divat mi nálunk is? Egy fiatal és egy idősebb vers vagy prózamondó előadás módja között nagy különbség van, ami főként az élettapasztalatnak köszönhető. Előfordult már többször is, hogy a diákok életkorukat meghaladva egy kicsit komolyabb műfajhoz, illetve vershez vagy prózához nyúltak, azonban ez nem mindig szerencsés. Nagyon szeretjük, hogyha olyan verseket hallunk a gyerekektől, ami korban hozzájuk illik. És nyilvánvaló, hogy még a kicsi alsósoknak a versmondása kicsit éneklős, kicsit még majdnem olyan óvodás szintű, és a felső tagozat, meg hát a középiskolások, idősebbek, ők már teljesen más, hogy közelítenek a versekhez. Emlékszel, tündér vagyok, mikor anyámhoz mentünk látogatóba, a kórházba, mennyire meg voltam sértődve, hogy megváltoztatták a testvérem nevét. Megegyeztünk, hogy Réka lesz. Haragudtam anyura, mert nem tartotta be az ígéretét, és Attilának nevezte el. A verseny után aztán a zsűri értékelte a produkciókat, a tanulókat pedig külön korosztályonként díjazták, attól függően, hogy verset vagy prózát adtak elő. A kategóriánkénti első három helyezett könyvjutalomban és oklevélben részesült.